Jó napot kívánok, sziasztok! Köszönöm szépen a bemutatást. Tehát Csapó Tamás vagyok, és a mostani előadásban a beszéd technológia és a kiterjesztett valóság kapcsolatáról fogok nektek beszélni. Először is egy rövid bemutatkozással kezdem. A Kossuth Lajos gimnáziumban jártam középiskolába, Mosonmagyaróvárra, itt a matematika tagozaton végeztem, és a gimnázium befejezése után a Műszaki Egyetemre jelentkeztem, mégpedig az informatika szakra. Ebben az volt a motiváció, hogy nagyon szerettem a matematikát, a fizikát és az informatikát is, és akkoriban azt javasolták, hogy ez egy itt nagyon jó dolgokat lehet tanulni a Műszaki Egyetemen. És az egyetemnek a harmadik évében akkor kezdtem el kutatással foglalkozni. Akkor volt az első olyan saját témám, ami valami nagyon újszerű dologgal foglalkoztam. Ez pedig nem más volt, mint hogy azt vizsgáltam, hogy az emberi beszédnek a dallamát, azt hogyan lehet a számítógép segítségével modellezni. A kutatásom során tartottam már az egyetem alatt is diákköri előadásokat, és egy nemzetközi konferenciára is eljutottam Belgiumba, ami nyilván egy nagyon nagy lökést adott ahhoz, hogy én kutató legyek a későbbiekben, és ezért is jelentkeztem 2008-ban doktorandusznak, ugyanígy a Műszaki Egyetemre. A doktori fokozatot azt pedig 2014-ben tavaly szereztem meg, és a témája az a gépi beszédkeltés volt. Amíg doktorandusz hallgató voltam, addig pedig lehetőségem volt arra, hogy egy Fulbright ösztöndíjra pályázzak, és szerencsére a kiválasztottak között voltam, akik kijuthattak egy fél évre az Amerikai Egyesült Államokba. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy az ember ne csak Magyarországon ismerkedjen meg az itteni kutatási dolgokkal, hanem egy másik kutatóhelyet nemzetközi környezetben új professzorokkal lehetett kapcsolatba kerülni. Miután visszatértem, akkor pedig újra Műszaki Egyetemen folytatom azóta is a kutatásomat a távközlési és médiainformatikai tanszéken. Ahhoz, hogy a beszéd technológiáról beszéljünk, először egy kicsit el kell gondolkodnunk azon, hogy mi is az a beszéd. A beszéd nagyjából úgy keletkezik, hogy az agyunkban kigondolunk valami információt, valamit, amit szeretnénk kommunikálni más emberekkel. Ez az információ az agyból az idegpályákon keresztül eljut a beszélő szervekhez. A tüdőből, amikor kiáramlik a levegő, akkor az eljut a GG-be, itt a hangszalagok elkezdenek rezegni. Ezután ez a rezgés és a levegő mozgása az tovább jut a szájüregbe. A szájüregen belül pedig mi tudjuk kialakítani az egyes beszéd hangokat. Tehát például mozgatjuk a nyelvünket, mozgatjuk az ajkainkat, és ezáltal különböző beszéd hangokat hozunk létre. Hogyha ezt egy mikrofonnal, tehát olyan, mint amit előttem van, felvesszük, akkor itt az ábrán látható képet lehet rögzíteni. A vízszintes tengelyen az idő látható, a függőleges tengelyen pedig nyomásváltozást írtam, mert hogy a hang vagy a beszéd az nem más, mint a levegő nyomásának a változása. Azt láthatjátok az ábrán, hogy vannak olyan részek, ahol magasabb energiájú részek vannak, és vannak alacsonyabb energiájú részek is a beszédben. És hogyha egy kicsit belenagyítunk, akkor az látható, hogy néhol ilyen kis pálcikaszerű dolgok vannak benne, máshol pedig szünetnek tűnő dolgok. Ami az érdekesség, hogy ezek a szünetek, hogyha nagyon belenagyítunk, ez nem az a szünet, amikor én szünetet tartok a beszédben, hanem vannak olyan beszédhangok, amikor egy nagyon pici ideig nem áramlik ki levegő az embernek a szájából. Hogyha még egy kicsit belenagyítunk ebbe az ábrába, akkor azt látjuk, hogy a korábbi kis pöckökből egy ilyen hullám jellegű jel lett, tehát olyasmi, mint egy színusz hullám, és ennek van periódusa. A periódus, az pedig, ennek a hullámnak a periódusa, az pedig összekapcsolható azzal, hogy az emberi beszéd során a GG-ben rezegnek a hangszalagok. Ez úgy működik, hogy amikor kiáramlik a levegő, az megrezegteti a hangszalagokat, és másodpercenként 100, 200 vagy akár 400 periódus hoznak létre, ezáltal keletkezik a beszéd. Ebből a példából is látható, hogy ahhoz, hogy beszédkutatással vagy akár beszédtechnológiával tudjunk foglalkozni, nagyon sok ismeretre van szükség különböző tudományterületekről, tehát ez egy meglehetősen interdisziplináris kutatás. Például ahhoz, hogy én a beszédkutatással foglalkozzam, kell ismeretekkel rendelkeznem matematikából, fizikából, hogy például, hogy hogyan terjed a hang, emellett a nyelvtudományokból, fonetikából, tehát, hogy hogyan képezzük a beszédet, illetve én magam pedig informatikus hallgató vagyok, és azzal foglalkozom, hogy a számítógépen hogyan tudjuk kezelni az emberi beszédet. A beszédtechnológiának több iránya van, azok közül az egyik, az a gépi beszédfelismerésnek nevezett technológia, ami tehát azt jelenti, hogy beszédből szeretnénk szöveget átalakítani a számítógép segítségével teljesen automatikus módon.
Mire lehet ez jó? Az egyik ilyen alkalmazás az pedig az például az, hogyha beszéddel szeretnénk vezérelni valamit. Mondjuk van egy okostelefonom, ami van egy mikrofon, és hogyha beszélek hozzá, akkor ez felismeri a parancsszavakat, és arra reagál valahogy. Tehát, hogyha például az autóban ülök, akkor nem kell megnyomkodnom a telefont, hanem elég, hogyha azt mondom neki, hogy navigálj el a Magyar Tudósok körútra, és ezt felismeri, és oda fog navigálni. A másik beszédfelismerési alkalmazási terület lehet, az a diktálás. Tehát, hogyha például egy e-mailt, egy levelet szeretnék írni, de nem akarom használni a billentyűzetet, akkor lehetőség van ma már arra, hogy a számítógép szóról-szóra felismeri azt, amit mondok, és ezt egészen jó hatásfokkal tudja megtenni. A harmadik példa, amire jó lehet a gépi beszédfelismerés, az pedig a videóknak a gépi feliratozása. Hogyha... Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az elmúlt napokban például a Híradóban hányszor fordult elő a párizsi merénylettel kapcsolatos hír, akkor azt önmagában nagyon nehéz megtenni, mert ahhoz mondjuk végig kellene nézni egy ebbennek az összes Híradót, a TV2-t, az RTL klubot, az M1-et és így tovább. Erre nyilván senkinek nincsen ideje, viszont a beszéd technológia lehetőségével meg lehet azt tenni, hogy a videókat azt automatikusan feliratozzuk, és a szövegben meg már nagyon egyszerűen lehet keresni. A beszéd technológiával már a 60-as, 70-es évektől kezdve foglalkoznak, és a 90-es években például arra volt lehetőség, hogy parancsszavakat tudtunk kiadni, és akkor azt felismerték a gépek a napjainkban, viszont már folyamatos beszédű diktálás is megvalósítható, tehát működik az, hogy beszélek a géphez, és egy e-mailt tudok így írni. A beszédtechnológia másik iránya az a gépi beszédkeltés. Ez vagyis egy szöveg-beszéd átalakítás, tehát mondjuk beírok valamilyen szöveget a számítógépbe, és az a cél, hogy a gép azt emberihez hasonló hangon mondja el. Itt is felmerülhet, hogy ez mire jó. Az egyik ilyen példa az egy beszélő okostelefon, vagy okosóra, vagy akár okos szemüveg, ami képzeljük el, hogy sportolunk, mondjuk futás közben, milyen jó lenne az, hogyha szeretnék mérni azt, hogy mekkora távot tettük meg, de az okostelefon a zsebünkben van, nem akarjuk elővenni, viszont a fülhallgató a fülünkben van, mert amúgy is zenét hallgatunk, és akkor a telefon pár percenként mondja, hogy 5 kilométer tettél meg, 2 kilométer van már csak hátra, vagy most 180 a pulzusod, egy kicsit fussál lassabban. A gépi beszédkeltésre egy másik példa, az a képernyőolvasó szoftverek vakok és gyengénlátók számára. Tehát azok az emberek, akik nem látják mondjuk a számítógépnek a kijelzését, ennek a segítségével hozzá tudnak jutni az információhoz, vagyis ők is tudnak internetezni. Egy képernyőolvasó szoftver mindent felolvas, ami a képernyőn látható. Ők tehát hanggal tudják használni a számítógépet. A harmadik példa a gépi beszédkeltésre, az akkor lehet hasznos, hogyha valaki például betegség miatt elvesztette a beszédképességét, mondjuk nem működnek a hangszalagjai, és egyáltalán nem tud beszélni, de mégis nyilván szeretne kommunikálni más emberekkel, mert az mindannyiunk számára fontos a napi élet során, hogy kommunikáljunk. Neki egy olyan alkalmazás lehet hasznos, hogy mondjuk egy okostelefonba be tud írni valamilyen szöveget, és az okostelefon azt ő helyette elmondja hangosan. Így például ő is tud másokkal telefonálni. Az utolsó példa, az pedig egy humanoid robot, amit itt a jobb felső sarokban láthattok. Ez nálunk a tanszéken megtalálható, körülbelül ilyen nagyságú, hogyha az asztalra letennénk, és ő is tud magyarul beszélni a gépi beszédkeltés segítségével. Hoztam nektek néhány hangmintát. Általában mindenkinek él valamilyen kép a fejében arról, hogy ez a gépi beszédkeltés vagy beszédszintézis, ez hogyan szól. A filmekben általában ilyen 80-as évek technológiának megfelelő hangot lehet hallani. Tehát az első példa 80-as évekből származik. Tisztelt látogató, a beszélőgépet hallja? Igen, szeretettel köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémia pavilonjában. Ez arra jó példa, hogy 30 évvel ezelőtt is már nagyon jó eredményt lehetett elérni az akkori kutatási eszközeivel. A következő példa a 90-es évekből származik, és ez már sokkal kellemesebb. Tisztelt látogató. Tehát a 90-es évek példája. Üdvözlöm a Tatai Református Gimnázium diákjait.
Ez már egy kicsit folyamatosabb, kicsit kellemes volt, de itt is azért lehetett hallani, hogy ez robotos, GPS. A legújabb beszédtechnológiákkal viszont lehetőség van arra, hogy az emberihez nagyon hasonló, akár attól megkülönböztethetetlen hangot hozzunk létre a gép segítségével. A legújabb technológia az úgy működik, hogy egy profi bemondótól, mondjuk egy rádió bemondótól felveszünk néhány órányi felvételt, beül egy stúdióba, és mondjuk 5 órán keresztül beszél folyamatosan. Utána ezt a beszédanyagot feldolgozzuk, és amikor itt én a gépnek kiadom a parancsot, hogy valamit olvasson fel, akkor ebből a korábbi beszédanyagból keres szavakat vagy szókapcsolatokat, és azokat helyezi egymás után. A harmadik példa, tehát napjainkból, az szinte teljesen természetes lesz. Szerdától a hétvégéig borongós időre kisméretű enyhülése van kilátás, számottevő csapadék nélkül, gyengülő széllel, tartós kötfoltokkal. Itt tehát egy valódi ember beszél, de azért hallhattátok, hogy néha egy kis ugrás volt a dallamban. A jövő kutatás iránya az pedig az lesz, hogy a beszédet úgy próbáljuk megmodellezni a számítógép segítségével, mint ahogy az emberi beszéd is működik valójában. Tehát lesz egy matematikai modellje mondjuk a gége működésének, azután a szájüregre, tehát például az, hogy hogyan mozog a nyelv. Erre egy videót fogok mutatni. Ez németül van egyébként, azt mondja, hogy der Zug hat eine Stunde Verspätung, vagyis a vonat egy órát késik, de ami a lényeg, mindjárt megmutatom újra, hogy látjátok, hogy van egy modellje az emberi hangképzésnek, tehát mozog a nyelv, mozog a száj. Der Zug hat eine Stunde Verspätung. Zug hat eine Stunde Verspätung. És amikor 2014-ben kijutottam az Amerikai Egyesült Államokba, én is azzal kezdtem el foglalkozni, hogy az emberi beszédet azt hogyan lehet többet megtudni az emberi beszéd képzéséről. A kiválasztott egyetem az Indiana University volt Bloomington városában, ami Indiana államban található. Ez az Egyesült Államoknak a középső részén, a nagy tavaktól délre, tehát Chicagótól körülbelül 400 mérföldre délre található. Hogyha egy kicsit belenagyítunk a térképbe, akkor itt is az látható, hogy északon van Chicago, és alatta délre Indianapolis az államnak a fővárosa, illetve Bloomingtonban található maga az egyetem, ahol a kutatást végeztem. Bloomington egy kisváros, körülbelül 60 ezeren laknak ott, és ez azért volt nagyon kellemes környezet Budapest nagyvárosi élet után, mert én is ugye Moson-Magyaróváron születtem, oda jártam középiskolába, és így jól esett visszakerülni egy kisvárosi környezetbe. Az utazással a családom is elkésért, a feleségem és a két kisgyerekem. Így tehát már maga az utazás is kihívás volt, hiszen egy tizenvalahány órás repülőútról van szó, de szerencsére nagyon jól telt ez a fél éves időszak, amit együtt töltöttünk ott. A következő képen az egyetemről láthattok egy képet. Az egyetemi kampusz az tehát nagyjából úgy néz ki, hogy vannak régebbi épületek, vannak újabb épületek, és közöttük pedig egy ilyen erdős, fás, parkos rész. Tehát az a cél, hogy ott az egyetemi hallgatók nagyon jól érezzék magukat, ne csak a tanulás közben, hanem a tanuláson kívül is egy kellemes környezetben lehessenek. Ahol én dolgoztam, az itt a képen valahol a jobb hátsó sarokban látszik, de van róla egy kinagyított kép. Ami a kellemes volt benne, hogy volt előtte egy szép szökőkút, tehát hogyha az ember már nagyon elfáradt a munkában, akkor ki lehetett menni egy kicsit sétálni a szökőkutat nézni. Az amerikai egyetemi életben nagyon fontos az, hogy a sportra is rengeteget koncentrálnak, és nekem is szerencsére volt arra lehetőségem, hogy részt vegyek egy amerikai kosárlabda mérkőzésen, illetve baseball meccsre is eljutottam, ami nyilván egy felejthetetlen élmény marad. És most rátérek újra arra, hogy a kutatással kapcsolatban mivel foglalkoztam a Bloomingtonban. Abban a laborban, ahol én voltam, nagyon sok eszköz állt rendelkezésre a kutatóknak arra, hogy az emberi beszédet vizsgálják. Itt a két képen azt láthatjátok, hogy a szájpadlásról hogyan lehet egy mintát készíteni. Ez a technika ez úgy működött, hogy ilyen gyurmaszerű anyagot bele kell tenni a szánkba, szájpadlásra felülre, és néhány perc alatt ez megköt, addig egy kicsit kellemetlen érzés, de utána ki lehet venni, és a baloldali gépbe rá kell tenni. A baloldali képen az a pici
sárga folt, az tehát a szájpadlásnak a mintája, és ez a gép egy háromdimenziós lézerszkenner, tehát azt csinálja, hogy körbeforgatja ezt a mintát, és így síkonként vesz belőle egy-egy metszetet, azután pedig a számítógépen össze tudja rakni egy háromdimenziós modellé. Tehát ami jobb oldalon látszik, az a szájpadlásnak a modellje a számítógépen. És ez arra lehet jó a későbbiekben, hogyha olyan modelleket akarunk készíteni, mint amit a videón is láthattok, akkor ahhoz kell az, hogy pontosan tudjuk az emberi szájpadlásnak az alakját. Én magam viszont nem az előző dologgal foglalkoztam, hanem a beszédet ultrahang segítségével vizsgáltam. Ez úgy működik, mint ahogy itt a lány is fogja a kezében, tehát az ultrahang fejet, azt ide kell rakni az áll alá. Az ultrahang egyébként egy ugyanolyan eszköz, amit mi használtunk, mint amit itthon is kórházakban meg lehet találni, vagy amivel például kisbabákat szoktak nézni, de nekünk az volt a fontos, hogy amikor az áll alá tesszük, akkor beszéd közben lehet követni a fölötte lévő szöveteknek a mozgását. És mivel a nyelv az egy olyan izom, ami főleg szövetekből áll, ezért nagyon jól látható az ultrahangos képen. Az első esetben, tehát a kísérleti alany csak a kezében fogta ezt az ultrahang fejet, de a brit kutatók rájöttek arra, hogy ez nem mindig praktikus, mert amikor hosszabb felvételeket készítünk, akkor a kísérleti alany elfárad, és így elkezdi mozgatni ezt mindenfelé, viszont annak az lesz az eredménye, hogy a ultrahang kép az nem túl jó minőségű. Ezért kitalálták ezt a sisakot, ami a képen is látható, ilyen csavarokkal kell rárögzíteni a kísérleti alany fejére, ami kicsit kellemetlen, de azért nem elviselhetetlen. És az eredménye azért jó, mert akkor az ultrahang fej az egy fix pozícióban lesz, és jól használható az eredménye. Az ultrahangos felvételeknek, tehát az eredménye az egy képsorozat, vagyis egy videó. A bal oldalon látható orientáció az azt mutatja, hogy elő vannak a fogak, hátul a torok, vagy a gége, és a kettő közötti rész az a nyelv. És ez tehát az ultrahangos kép egy ilyen középső metszetet ad az emberi fejről. A szürke árnyalatos képen, ott pedig a világosabb vonal az a nyelvnek a körvonala. Most pedig fogok mutatni három videót arról, hogy egy ilyen elkészült felvétel az hogyan néz ki a valóságban. Tehát hallani is fogjuk, és látni is fogjuk közben a nyelvmozgást. Az volt a baj, hogy nagyon sokan már nem is jönnek haza. Az volt a baj, hogy nagyon sokan már nem is jönnek haza. Ez tehát egy magyar mondat volt, én voltam egyébként a kísérleti alany. A következő egy amerikai angol felvétel lesz. Not at this particular case, Tom, apologized Whittemore. Not at this particular case, Tom, apologized Whittemore. Az lehet ezekben a videókban az érdekes, hogy láttátok, hogy nagyon gyorsan mozog a nyelv előre és hátra, és ez másodpercenként több tízszer megtörténhet, tehát a nyelv az tele van izmokkal, és nagyon gyorsan tud mozogni. Viszont ahhoz, hogy a beszédkutatók ezt vizsgálni tudják, mint láttátok, ilyen ultrahang vagy más bonyolultabb eszközök szükségesek. Tehát nem elég az, hogy például egy kamerával felvesszük a beszédet, mert a szánkba nem látunk bele, mivel időnként beszéd közben becsukjuk a szánkat. Tehát vannak olyan módszerek, mint az ultrahang, amikor egy ilyen képsorozat lesz az eredmény, olyan technológia is van, hogy különböző drótokat pakolnak az ember szájába, és akkor az alapján lehet megmérni azt, hogy merre mozog a nyelv. A harmadik videó pedig azt fogja megmutatni, hogy a szürke árnyalatos képen megkértünk néhány embert, hogy kézzel rajzolgassa be, hogy szerinte hol van a nyelvnek a körvonala. Ez egy lassított felvétel lesz, hogy jobban lássátok a nyelvnek a mozgását. Még egyszer az látszik, hogy az izmok azok előre-hátra mozognak, és a nyelvnek a felülete is föl-le, illetve előre-hátra mozog. Ami még ebben érdekes lehet, hogy a beszédkutatók azt már nagyon régen észrevették, hogy például a magas mélyrendű magánhangzók és a mély hangrendű magánhangzók azok összefüggésbe hozhatók ezzel a nyelvnek az alakjával. Tehát amikor például a mély hangrendű magánhangzók tehetjük ki, az A, O, U, akkor a nyelv az általában egy kicsit hátul van, ezért ezeket hátul képzett magánhangzónak nevezzük. A
Aztán a kutatás folytatásaként ez a nyelvmodellezés ez arra lehet hasznos, hogy nem csak egy kétdimenziós nyelvmodellt lehet készíteni, hanem akár egy háromdimenzióban is vissza lehet állítani azt, hogy hogyan néz ki az emberi nyelv. A bal oldalon tehát arra látszik egy példa, és fogok mutatni megint két videót arra, hogyha ezt a technológiát, amit én is elkezdtem, tovább folytatják, akkor annak milyen pontos eredménye lehet. Itt tehát ez azt mutatja be, hogy a nyelv milyen irányokba tud mozogni, jobbra-balra. Tehát a nyelv az egy ilyen tömött izomzat. Lock. A következő példa az pedig az amerikai angolból származó lock szó. Itt elmondom, hogy mit kell látni, mert úgy könnyebb lesz felismerni. Tehát mindenki, hogyha megpróbálja magában kimondani azt, hogy lock, akár magában, akár hangosan, akkor az lehet benne az érdekes, hogy amikor a K hangot mondjuk, akkor a nyelvünk az egy kicsit hozzáér a szájpadláshoz. Nyugodtan próbáljátok megmondani, hogy lock. Lock. Tehát az a lényeg, hogy amikor a K-hoz elérünk, akkor egészen magasan látszik a nyelv. És a videót elindítom. Ott is először a nyelv az így laposan van, és a végén pedig a szájpadláshoz fog hozzáérni. Ez még egyszer, ez az állókép, ez itt a szájpadlás, tehát ez abból származik, hogy azt a 3D lézerszkennerrel beszkennelt modellt ábrázoltuk először, és ezen belül fog mindjárt mozogni a nyelv. Lock. Jetzt hat eine Stunde Verspätung. Lock. Tehát a kutatásomnak az eredménye az arra használható fel, hogy a beszéd technológiában a nyelv modellezésének a segítségével egyre jobb gépi beszédkeltő rendszereket tudjunk elkészíteni. Az Egyesült Államokban nem csak a kutatással foglalkoztam, hanem a családom is velem volt, és így nyilván számos élményben lehetett részem. Például meghívtak minket, egy amerikai család meghívott minket egy július 4-i ünnepségre, ami az amerikai függetlenség napja. Így mi is kipróbáltuk, hogy milyen az a marshmallow sütögetés. Aztán a következő példa, hogy eljutottunk több nagyvárosba, megnéztük különböző híres szobrokat, például bal oldalon Philadelphia, jobb oldalon pedig Washingtonban az Abraham Lincoln szobor, illetve New Yorkban megnéztük a felhőkarcolókat. Ami viszont számomra egy másik kedves élmény, az egy pici kisvárosból származik, ez Crawfordsville, Indiana állam, és ez a város arról híres, hogy van itt egy körforgó börtön. Na, de mi is az a körforgó börtön? Hát ilyennel nem sokat találkozhattunk. Ezt a 19. század végén találták ki amerikai feltalálók. Arra gondoltak, hogy milyen jó lenne egy olyan börtön, amiből sehogy nem lehet kiszabadulni. Nyilván ez egy nagyon hasznos dolog, mivel ott rabok vannak, akiknek nem szabad kijönni. Ezt úgy tudták megoldani, hogy van egy négyzet alakú épület, az fix, az le van betonozva, viszont a közepén van egy körforgó rész. Itt a jobb felső ábrán látjátok azt a körforgó részt, és azon belül vannak a cellák. Ami viszont az érdekessége, hogy a celláknak nincsen ajtajuk, hanem csak úgy lehet kijönni, hogyha ezt a körforgó részt körbeforgatják, és a kör mentén a körciknek csak egyetlen helyen van ajtaja. Tehát a rabokat úgy lehet beterelni, hogyha egy ember bevegy egy cellába, utána körbeforgatják a börtönt. Az előnye tehát az, hogy nagyon nehéz szabadulni belőle, viszont a hátránya meg az volt, amennyire a múzeumban ott elmondták nekem, hogy a rabok időnként azzal szórakoztak, hogy amikor a börtön körbeforgott, akkor kidugták a kezüket meg a lábukat, és így beragadt az egész rendszer, de szerencsére nekem ezt nem kellett kipróbálnom. Most rátérek röviden a kiterjesztett valóság témakörére. Ez tehát azt jelenti, hogy a valós világot a technológia eszközeivel valahogy szeretnénk kiterjeszteni, vagy kibővíteni a valós világot. Ehhez néhány egyszerű eszközre van szükségünk, tehát egy okostelefonra, vagy egy tabletra, ami kamerával rendelkezik. És az eredménye az tehát az lesz, hogy a számítógépnek a képén valami virtuális tartalmat fogunk látni.
A kérdés megint az, hogy ez hol használható. Az egyik ilyen az a városnézés, tehát mondjuk képzeljük el, hogy elmegyünk az ókori Rómába, és nézegetjük ott a romokat, de hát nagyon nehéz azt elképzelni, hogy milyen lehetett az az épület valójában. Oda visszük az okostelefont, ránézünk, és a telefon pedig megmutatja, hogy egy ilyen háromdimenziós képet arról az épületről. Hogyha pedig beszédtechnológia is van a telefonon, gépi beszédkeltés, akkor akár letölthet a Wikipédiáról egy szöveget, és az hangosan elmondja az azzal kapcsolatos ismereteket. Egy másik ilyen dolog az, hogy újságokban különböző interaktív tartalmakat lehet létrehozni. Tehát itt a jobb oldali példán a magyar fejlesztésű Lara alkalmazást látható, ami egy tigrist tud az okostelefonra tenni. A harmadik példa az pedig a lakberendezésben lehet, hogyha szeretnénk vásárolni egy új bútort, egy új asztalt, de nem tudjuk, hogy elférne a lakásban, akkor lehet, hogy csinálni, hogy az okostelefon az okostelefonra rá lehet tenni egy ilyen virtuális képet, és mondjuk meg tudja mutatni, hogy abban a sarokban beférne ez a bútor, vagy hogy néz neki. Most pedig egy rövid bemutatót fogok ezzel kapcsolatban tartani. Van itt nálam három kép, tehát ezek ilyen kis papíralapú képek. Az egyiken egy vár van, a következőn egy vonat, a harmadikon pedig a Kolosseumnak az épülete, és mindjárt ennek a számítógépnek a kameráját ezekre fogom irányítani, az felismeri, és el fog kezdeni beszélni. A Kolosseum az ókori Róma hatalmas amfiteátruma, ma pedig nevezetes látványossága a városnak. 2010. júliusától már a föld alatti része is bejárható. Az amfiteátrum római találmány. Lényege az elliptikus alaprajzú aréna, amelyet több emelet magasságban ülő helysorok öveztek, ahonnan a nézők biztonságosan szemlélhették a látványosságokat. Dacia fast train departs to Bucharest via Lökösháza with a direct carriage to Lökösháza at 11:25. A Tatai vár Tatán az öreg tó partján található vízivár. Luxemburgi Zsigmond király építette 1397-1409 között, talán a Lackfi család korábbi erődítményének helyén. A Zsigmond által emelt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belső udvaros várnak csak déli szárnya áll, hozzá csatlakoznak a többi rész feltárt alapfalai. Amit bemutattam nektek, az arra egy nagyon jó példa, hogy a gépi beszédkeltést mire lehet felhasználni. Végül nagyon röviden szeretnék egy pár szót beszélni arról, hogy még egyszer, hogy honnan jöttem, a Budapesti Műszaki Egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai karáról. Aki tehát érdeklődik a matematika, a fizika vagy az informatika iránt, azt javaslom, hogy nyugodtan próbáljon meg ide jelentkezni. Nagyon érdekes kutatásokkal foglalkoznak a kollégáim az egyetemen, és ezekből hoztam néhány példát. Például a bal felső sarokban az látható, hogy a BME fizikusai az anyagnak egy új mágnesességét fedezték fel. A jobb felső sarokban egy ilyen hálózatot láthatunk, az pedig arra példa, hogy nemrég a tanszék munkatársai azt fedezték fel, hogy az emberi agyban található hálózat azt egészen hasonlóan modellezhető ahhoz, hogy ahogy az interneten a számítógépek vannak egymáshoz kapcsolva. Természetesen diákként is, aki az egyetemre jön, az be tud kapcsolódni ezekbe a kutatási témákba. És az utolsó ilyen kutatási téma, amit még megemlítenék, az ötödik generációs mobilhálózatok. Talán ti is tudjátok, hogy amit most használunk mobiltelefonos hálózat, az vagy második generációs, vagy harmadik generációs, attól függ, hogy hol vagyunk az országban. Budapesten és néhány helyen elérhető a negyedik generációs hálózat is. Viszont a kutatók nyilván foglalkoznak a jövővel, tehát azzal, hogy milyen lesz az ötödik generációs hálózat, amit mondjuk néhány év múlva 2020-ban terveznek majd bevezetni, és az egyetemen ezzel is lehet foglalkozni.
Elértem az előadásom végéhez, itt azt láthatjátok, hogy én is részt vettem a kísérletben, tehát nekem is a fejemre volt csavarozva ez az ultrahangos isak, és szerencsére túléltem. Köszönöm szépen a figyelmet!